A Pannon Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket, Király Noémi vagyok. Ma július 19-e Emília napja van. 140 éve megszületett Móra Ferenc író, újságíró, muzeológus. 327 éve pedig kivégezték a szálemi boszorkányokat. Most pedig következzenek a nap kiemelt hírei, először csak címszavakban. Folytatódik a vajdasági magyar gazdaságfejlesztési program. Három üzemet adtak át ma Adán és Szabadkán a Prosperitáti Alapítvány szervezésében. Lemondott a koszovói kormány elnöke. Kísérleti jelleggel egy hetes időtartammal meghosszabbítják három Szabadka környéki kis határforgalmi átkelő nyitvatartását. Befejeződött a Talentum néptánctábor Horkoson. Folytatódni fog a vajdasági magyar gazdaságfejlesztési program, ezt jelentette be ma Pásztor István Szabadkán. A Vajdasági Magyar Szövetség elnöke elmondta, a Prosperitáti Alapítvány holnap közzétesz egy felhívást a vállalkozók számára, amelyben igényeiket oszthatják meg, abból a célból, hogy az alapítvány a vállalkozók érdekeit szem előtt tartva hirdesse meg a következő gazdasági fejlesztési pályázatokat. A Prosperitáti Alapítvány szombaton, azaz holnap egy nyilvános felhívást tesz közzé. Ebben a vállalkozók a turisztikai, a feldolgozóipari és az ipari fejlesztésekre vonatkozó elképzeléseiket oszthatják meg, ezzel is segítve az alapítvány munkáját. A Prosperitáti Alapítvány egy nyilvános fölhívást közöl, illetve az azzal kapcsolatos űrlapokat bocsátja rendelkezésükre mindazoknak, akik 100 000 euró fölötti értékű fejlesztésben gondolkodnak a saját cégeik tekintetében. Eddig is azt csináltuk, hogy megkérdezve, megtudakolva, hogy mi a vállalkozói rétegnek a igénye, szüksége, azt figyelembe véve fogalmaztuk meg a pályázati fölhívásokat. Ez eddig bevált, és hogyha bevált, akkor azt gondolom, hogy ezen nem kell változtatni. Az űrlapokat szeptember 15-ig kell kitölteni. A felhívást azt a cél szolgálja, hogy a vállalkozók igényeit szem előtt tartva hirdessék meg a gazdasági fejlesztési pályázatokat. Az előttünk álló 3,5 évben mint egy dupla akkora összeg áll rendelkezésünkre, mint az előző 3 évben, amit igénybe vettünk. Azt gondolom, hogy ez egy soha nem látott lehetőség, egy soha nem látott esélye a vajdasági magyar vállalkozásoknak, hogy versenyelőnyt teremtsenek maguknak, hogy technológiai fejlesztéseket tudjanak megvalósítani, és hogy ennek köszönve gyorsabban tudjanak előre haladni, versenyképesebbek legyenek a termékeik minőségével, árával és mennyiségével. Pásztor István hozzátette, a tervek szerint a következő év feléig a pályázatok nem csak átadásra, hanem elbírálásra is kerülhetnek. A kérdőívek a Prosperitáti Alapítvány honlapján lesznek elérhetők, a prosperitati.rs oldalon. Három üzemet adtak át ma Adán és Szabadkán a Prosperitáti Alapítvány szervezésében. Palkovics László, Magyarország innovációs és technológiai minisztere Adán azt mondta, az elmúlt 3 évben a vajdasági gazdaságfejlesztési programnak köszönhetően több mint 1300 új munkahely nyílt, és több mint 4000 mezőgazdasági termelőt integráltak. Pásztor István, a VMS elnöke az adai üzemátadókon kiemelte, hogy vajdaságban nem csak a mezőgazdaságnak, hanem a fémiparnak is nagy múltja és hagyománya van. Az adai Termometál Kft. Gyökerei 1986-ra nyúlnak vissza. Kezdetben kamionalkatrészeket, majd építőipari szerszámokat, később mezőgazdasági gépeket és kapcsolható eszközöket gyártottak. Ma is ez teszi ki a termelésük legalább 20%-át, az utóbbi években viszont elsősorban az autóipar beszállítói. A Termometál mintegy 570 dolgozót foglalkoztat. A magyar állami támogatásnak köszönhetően az adai Termometál Kft. Új fémmegmunkáló gépeket vásárolt, elsősorban különféle autóipari alkatrészek gyártására. Ehhez 1,3 millió euró értékű támogatást kaptak, ugyanennyi önrészt biztosítottak, valamint 1,7 millió euró államilag támogatott hitelt vettek fel.
Most autóipari kutató és fejlesztési központoknak készítenek berendezéseket, alkatrészeket, sőt gyártógépsorokat is. Ebből a 4,3 millió euróból fém megmunkáló csúcsminőségű gépeket vásároltunk, ez mellett berendezéseket és olyan szoftvert, ami elősegítették a technológiai előrelépésünket. A pályázati kiírás feltételeivel összhangban vállaltuk, hogy 69 új munkatársat állítunk állandó munkaviszonyban. Pásztor István, a VMS elnöke szerint ennek a fejlesztésnek a nagyságát a bátorság jelenti. Azokban, akik ezt a céget működtetik és csinálják, és azt bizonyítják, hogy a Vajdaság az nem csak egy mezőgazdasági, földolgozóipari térség, hanem egy olyan hely is, ahol egy olyan ipari tudás, készség, tapasztalat gyülemlett föl, mint amilyen itt Adán van, ami lehetőséget teremt arra, hogy ebbe az irányba is fejlődni tudjunk. A másik adai üzemátadón a szintén 1986-ban alakult T1 Abrazív Kft. Új csarnokát avatták fel. A cég élelmiszeripari prések kopó anyagainak gyártásával foglalkozik, amiket az étolajiparban és az állati fehérjeiparban használnak. Feltett célunk, hogy 2024-re piacvezetőt legyünk kontinensünkön. Ehhez pedig három dolog kell. Minőség, minőség, minőség. Amelynek az előfeltétele a megfelelően képzett és motivált munkaerő, illetve a legmodernabb technológiát, innovációk alkalmazása. A Prosperitáti Alapítvány segítségével most egy 480 ezer euró értékű, nagy teljesítményű fúró és marógépet vásároltak, részben önerőből. A Magyar Innovációs és Technológiai Miniszter szerint a Kárpát-medence 2030-ig a szomszédos országokkal együtt Európa gazdasági motorja lehet. Az elmúlt három évben több mint 10 000 pályázat részesült, 38 milliárd forint magyar költségvetési támogatásba. Ez mindösszesen egyébként 75 milliárd forintnyi beruházás megvalósítását tette lehetővé itt a Vajdaságba. Ezáltal mintegy 1300 új munkahely létesült, ami erősítette Szerbia gazdaságát és a régió fejlődésén keresztül Magyarországot is, tette hozzá Palkovics László. Átadták Szabadkán a Digital Hive KKT közepes léptékű gazdasági fejlesztés információs technológiai központját a magyar kormány támogatásával a Prosperitáti Alapítvány szervezésében. Az IT otthonát fiatalok álmodták meg, hangzott el az eseményen. Ezt a létesítményt három különböző vállalkozásnak sikerült együtt megvalósítania, akik digitális termékek gyártásával és fejlesztésével foglalkoznak. A központ egyik fő célja az volt, hogy legyen egy gyűjtőhelye az informatikusoknak. Ezzel a létesítménnyel olyan munkakörülményeket tudtak teremteni, amivel még több szakembert ide tudnak majd vonzani. A pályázat átadása pillanatában 32 munkatársal számoltunk, most 55-en kezdtünk. Azt hiszem, hogy ez a másfél-két év alatt nem olyan rossz fejlődés, de nem kevésbé ambiciózak a további tervek is. A Prosperitáti Alapítvány ügyvezetője szerint hatalmas lehetőségek vannak az informatikai fejlesztésekben. Az IT export lehetőségei hatalmasak, gyakorlatilag dobogós, hamarosan úgy hiszem, hogy vezető is lesz az export termékek között. Az átadott gazdasági fejlesztések újabb ugródeszkát jelenthetnek a cégeknek a piacon való megerősödés szempontjából, nyilatkozta az átadón a VMS elnöke. Akkor, amikor a jövő tekintetében a további fejlesztésekről gondolkodunk, akkor nem annyira a munkaintenzív fejlesztéseket kell támogatni, mint amennyire a technológiai alapú fejlesztéseket. Olyan versenyképes kihívásokkal kell szembenéznie minden országnak, amely nem lehetne sikeres, ha az országok nem működnének együtt egymással, mondta Palkovics László, magyar innovációs és technológiai miniszter.
Megvan a szándék, megvan az akarat, hogy ezt az üzletet jobban vigyük, és ehhez, hogyha egyébként a közösségnek támogatást kell adni, az akkor meg feladata. Hát ezt a feladatot a Vajdasági Magyarok Szövetségével a Magyar Kormány vállalja. A szabadkai projekt összértéke 500 ezer euró volt, amelyből a Prosperitáti Alapítvány a magyar kormány támogatásával 175 ezer eurót biztosított. Ma délután benyújtotta lemondását a kormányfői posztról Ramush Haradinaj. Koszovó miniszterelnöke ezt a kormányülésen jelentette be Pristinában. Haradinaj azért adta be visszavonhatatlan lemondását, mert a háborús bűnöket vizsgáló koszovói különleges bíróság gyanúsítottként idézte be. Ramush Haradinaj koszovói miniszterelnök azért adta be visszavonhatatlan lemondását a koszovói kormány pénteki ülésén, mert a koszovói különleges bíróság, amely az 1998-99-es szerb-koszovói konfliktus idején elkövetett feltételezett háborús bűnöket vizsgálja, gyanúsítottként idézte be. Razlog je dobio sam poziv za ispitivanje kao sumnjičen od specijalnog suda u Haag koji za Kosovu da obavljam tu dužnost. Htio sam da odvajam tu situaciju od časti moje države i od časti premijera. Ne ide premijer Kosovu ispred suda i ne ide država Kosovo, nego ide Ramush Haradinaj. Haradinaj a kormányülésen elmondta, az állami intézményeknek továbbra is zavartalanul kell működniük, és a szerbiai árura kivetett 100%-os vámot sem törlik el. Hozzátette, most az államfő feladata az, hogy konzultációt kezdjen a pártokkal, és kijelölje az előrehozott választások időpontját. A háborús bűnöket vizsgáló különleges bíróság és az ügyészség feladata a gerilla akcióiról elhíresült koszovói felszabadítási hadsereg által elkövetett, illetve feltételezett háborús bűnök vizsgálata. Az UCK tettei máig vitatottak, azzal is vádolták, hogy szervkereskedelmi hálózatot működtetett, amivel kapcsolatban Hasim Tači koszovói államfő neve is felmerült. Míg a szerbek szemében az UCK egykori vezetői és tagjai mind háborús bűnösök, a koszovóiak többsége hősként tekint a szerbek elleni harcok vezetőire. Az UCK-nak tagja volt Ramush Haradinaj, Hasim Tači államfő és Kadri Veszeli házelnök is. A bíróság létrehozásáról szóló törvényt nemzetközi nyomásra 2014-ben fogadta el a koszovói parlament. Nem a különleges bíróság az első testület, amely a koszovói háborús bűnöket vizsgálja. Korábban a volt Jugoszlávia területén elkövetett háborús bűnöket vizsgáló hágai nemzetközi törvényszéken is folytak eljárások a feltételezett elkövetők ellen. Ramush Haradinajt például a nemzetközi törvényszék 2008-ban és 2012-ben is felmentette az ellene felhozott vádak alól. Fatmir Limaj miniszterelnök helyettes pedig 2007-ben mentették fel. Alekszandar Vučić szerb államfő a Tanyug értesülései szerint holnap reagál majd Ramush Haradinaj lemondására és az esetleges következményekre, azonban már a mai nap folyamán rendkívüli tanácskozást hívott össze. Az ülésen részt vett Milorad Dodik, a boszniai-hercegovinai elnökség szerb tagja, Alekszandar Vulin védelmi miniszter, Nebojša Stefanović belügyminiszter, Marko Gyurić a szerb kormány koszovóügyi irodájának vezetője, valamint Nikola Selaković a köztársasági elnök főtitkára is. Hasim Tači koszovói elnök már ma reagált Haradinaj lemondására. Elmondta, nem csak a koszovói miniszterelnököt, hanem az ő tanácsadóját, Bislim Zurapit is behívták meghallgatásra, aki egyébként a koszovói felszabadítási hadsereg főparancsnokságának egykori főnöke volt. Rajta kívül pedig az UCK több korábbi tisztségviselőit is bekérették, tettek hozzá. Tači egyébként elmondása szerint a médiából értesült Haradinaj lemondásáról. Mint fogalmazott, sajnálattal fogadta a hírt, de a szükséges lépéseket a törvénnyel és az alkotmánnyal összhangban határozzák majd meg. Hisz az UCK által folytatott tiszta harcban, és hisz a szabadságharcosok magas erkölcsi normáiban, zárta szavait Tači. Pristinai források szerint a koszovói elnök hamarosan összeül a politikai pártok vezetőivel, és ezt követően dönt arról, hogy új jelöltet nevez ki kormányalakításra, vagy rendkívüli parlamenti választásokat hirdet Koszovóban. Hollandia részben felelőssé tehető azon körülbelül 300 boszniai muzulmán haláláért, akiket szerb katonák az 1995-ös szrebrenicai mészárlás során meggyilkoltak, miután elhurcolták őket a holland ENSZ békefenntartók bázisáról, mondta ki a hágai legfelsőbb bíróság ma.
A törvényszék megerősítette az ügyben eljáró bíróság korábbi ítéletét, miszerint a holland katonáknak nem lett volna szabad átadniuk a bázisukon menedéket kereső boszniai férfiakat a tömeggyilkosságot elkövető szerverőknek, mivel tudatában lehettek azon súlyos kockázatnak, hogy meg fogják őket ölni. Sötét fellegek gyülekeznek a Belgrád és Pristina közötti párbeszéd fölött, nyilatkozta Angela Merkel. A német kancellár szerint ennek a hátterében elsősorban a szerb termékekre kivetett 100%-os vámok állnak. Merkel kiemelte, Németország érdeke Szerbia és Koszovó európai integrációja, azonban Szerbiának és Koszovónak az Európai Unióhoz való csatlakozásához elengedhetetlen a tárgyalások folytatása, tette hozzá a német kancellár. Angela Merkel hangsúlyozta, a szerb termékekre kivetett vámok csak hátráltatják a Belgrád és Pristina közötti párbeszéd folytatását, majd hozzátette, már tárgyalt a szerbiai és koszovói vezetőkkel is a dialógus felélesztéséről. A hétvégén a turisták és a hazatérő vendégmunkások újabb áradata várható, ezért fokozott forgalomra kell készülnünk az utakon, tájékoztatott a Szerbiai Automotoros Szövetség. Azt tanácsolják a gépjárművezetőknek, hogy a kora reggeli vagy a késő délutáni órákban induljanak útnak. A megnövekedett forgalom és az építőipari idény miatt nagyobb figyelemre és türelemre van szükség a volán mögött, tanácsolja az AMSS. Kísérleti jelleggel egy hetes időtartammal meghosszabbítják három Szabadka környéki kis határforgalmi átkelő nyitvatartását, mondta a Pannoner TV-nek Kern Imre, a szerb kormány közműfejlesztési és közlekedési államtitkára. A Királyhalom ásott halom és a Horgos 2 Röszke 2 átkelők a jövő héten 7-től 22 óráig fogadják az átutazókat, míg egy héttel később a Bajmok-Bácsalmás határátkelőhely ugyancsak egy hetes próbaüzemmódban 7-től 24 óráig tart nyitva. Minél többen veszik majd igénybe ebben az időszakban az említett átkelők hosszabbított nyitvatartását, annál nagyobb lehet az esélye annak, hogy a későbbiekben bevezethetik a 24 órás nyitvatartást, tette hozzá Kern Imre. Ennek a próbaidőnek az a lényege, hogy felmérjük, hogy mekkora érdeklődése van az utazó közösségnek a hosszabbított munkaidő iránt, és hogyha ez megfelelő szinten lesz, abban az esetben reményeink szerint rövidesen arról is tudunk majd beszámolni, hogy állandó jelleggel hosszabbított munkaidővel dolgoznak majd ezek a határátjárók. A határátkelők munkaidejének meghosszabbításával kapcsolatban bővebben is nyilatkozott médiaházunknak az államtitkár, ezt az interjút a holnapi Híradó Pluszban láthatják. Magyarországra hozták Dér Csabát, a csantavéri bérgyilkost. A két gyilkossággal gyanúsított férfit márciusban fogták el Prágában, most kommandósok hozták a határig. A 38 éves férfit a fővárosban a budapesti rendőrfőkapitányság nyomozóinak adták tovább. Dér Csabát nemzetközi elfogató parancs alapján 2019. március 1-én éjszaka Prágában egy szállodában fogták el. A csantavéri születésű bérgyilkos megalapozottan gyanúsítható két rendbeli emberöléssel. A gyanú szerint tavaly július 30-án Amsterdamban megölt egy horvát férfit, Budapesten pedig szeptember 19-én Rákospalotán, a Szilasi pataknál ölt meg egy 49 éves magyar vállalkozót. A magyar és szerb állampolgársággal rendelkező Dér Csaba kiadását korábban Szerbia is kérte, a cseh igazságügyi miniszter végül Magyarország mellett döntött. Baleset történt Nagybecskerek egyik legforgalmasabb útkereszteződésénél ma reggel 7 óra környékén. Két autó ütközött össze egymással, amikor az egyik autó áthajtott a másik sávba. Az ütközés hatására az egyik gépjármű becsapódott egy közeli vendéglátóhely kertjébe. A közlekedési szerencsétlenségben 3 ember sérült meg, akiket a helyi kórházba szállítottak. A vendéglátóhely még zárva volt, amikor a baleset történt. Mielőtt azonban tovább mennénk, nézzük, mit láthatnak még a Híradó folytatásában. A budapesti Grencsó Kollektíva zenekar koncertezett tegnap este a Temerini Tájházban. A jövő héten ismét hőhullám érheti el Nyugat-Európát. Igazi strandidő mellett medencés bulival búcsúzott a hallgatóktól a Pannon reggeli. Népszerű rádiós műsorunk műsorvezetői a Zentai medence vendégei voltak. Ki lesz egy valaki? Ki lesz egy valaki? Hoppá! Ez igen!
A Pannon reggeli élő műsorában rengeteg ajándék talált gazdára, többek között a medencébe dobott frisbikért is versenyezhettek a zentai medencében hűsölők. Ezért a játékszerért természetesen a gyerekek úsztak a legtöbbet, de táskát, pólók és bögrék is gazdára találtak. Bedobta az a bácsi, és akkor én beugoltam, és akkor kihúztam. És milyen gyorsan kellett úszni érte? Hát, én úgy lehetett úszni, ahogy bírtunk. Sose tapasztaltam ilyet, vagyis sose láttam még ilyet, hogy élő közvetítés, de nekem nagyon tetszik meg, hogy vannak ilyen programok is, meg játékok is. Az élőadás során számos ajándékot osztottak szét a műsorvezetők, de emellett a műsornak számos helyi vendége is volt. A nemrég lezajlott Bátrak Ligája verseny résztvevői mellett ott volt még Lőrinc Tíme a színésznő, egy vízimentő és a város polgármestere is. Itt vagyunk egy nagyon szép hely, egy nagyon szép medence mellett, ahol azt hiszem nem csak zentán, nagyon sok környékbeli a kánikulás időkben felfrissülést talál, és hát ez a medence kisebb felújításokon esett el, azaz még folyamatban vannak, hiszen szeretnénk a donátorok segítségével egy új bejáratot kialakítani a medencéhez, a parkolást biztosítani a medencéhez az ideérkezőknek, tehát egy komfortabilis tartózkodást biztosítsunk. A rendhagyó kezdési időpont mellett számos különlegességgel készültek a reggelisek. A vendégek mellett a fürdőzőket is bevonták a műsorba. Végigveszünk különben zentát, ami úgy kezdődik mindig, hogy beszélünk majd a polgármesterrel, beszélgetünk ugye olyan emberrel, aki kötődik a medencéhez, életmentővel, olyanokkal, akik versenyen voltak, és szóval zentára fókuszálunk az a lényeg, és csinálunk egy ilyen kis kört, hogy átlássák a hallgatók. A zentai medencés buli után a Pannon reggeli tehát nyári szünetre megy, viszont a Pannon Rádió számos rendezvényen jelen lesz. Legközelebb Bácsalmáson találkozhatnak velünk a hallgatók augusztus elején. Sok-sok tánc, népzene, kézműves foglalkozásokkal fűszerezve a Talentum néptánctáborban a gyerekek a Magyar Állami Népi Együttes szólistáitól tanulhattak el tánclépéseket 5 napon át. Idén 107 fiatallal, 3 korcsoportban dolgoztak a magyarországi néptáncoktatók a Horgosi túrútanyán. Sok a visszajáró fiatal a Horgosi túrútanyán megrendezett Talentum néptánctáborban. Közéjük tartozik a Palicsi Arnold Réka is, aki már 4. alkalommal vesz részt a tábor munkájában. Főként a szatmári és rába közé táncok tetszenek neki. Szeretem ezt a tábor, sok benne a tánc, az érdekesség, sok a foglalkozás, és sosem unatkozunk. A középső korcsoportnak kárpátaljai táncokat tanított Sikentánc Szilveszter néptáncoktató. A vajdasági gyerekeket Visk település táncaival, a szívéhez legközelebb álló táncanyaggal ismertette meg. Mint elmondta, fontosnak tartja, hogy a gyerekek ne csak az erdélyi tánckultúrával, hanem a kevésbé népszerű kárpátaljai táncokkal is megismerkedjenek. 14 pár, 28 gyermek, úgyhogy ez egy pont ideális létszám volt ahhoz, hogy mindenkivel, ha kellett, akkor egyénileg is tudjunk foglalkozni, úgyhogy remek hangulatban, és azt gondolom, hogy jó szakmaisággal tudott eltelni ez a pár nap. A legkisebbek az észak-kelet-magyarországi bökönyi táncokkal ismerkedtek meg az 5 nap alatt. A legidősebbek az erdélyi küküllőmenti magyarószt táncai tanulták meg a Népművészet Ifjú Mesteri díjjal is kitüntetett néptáncoktatóktól. Csapathimnusz is lett, amit a tábortűznél előadtak. Kimi tudat is szerveztünk, nagyon várják a gyerekek ezt minden alkalommal, kis készülnek rá. Ez egy valódi összművészeti produkció volt, hiszen itt verstől kezdve a gimnasztikák minden. Tehát nagyon jó hangulatban telt. A Zagyva Banda koncertjével nyitottuk a tábort, és ez végig így ment minden este táncházzal. A 7. Talentum gyermek és ifjúsági néptánctábor gála műsorral fejeződött, ahol a fiatalok a tábor ideje alatt megtanult produkcióikat mutatták be a közönségnek. A talpalávalót a Juhász zenekar szolgáltatta.
A budapesti Grencsó Kollektív a zenekar koncertezett tegnap este a Temerini Tájházban. A jazzzenészek a Takt Egyesület szervezésében léptek fel a délbácskai településen. Temerin a napokban ünnepi rendezvénysorozattal emlékezik meg fogadalmi ünnepéről, Illés napjáról. A Temerini Takt Egyesület évek óta színes programokkal járul hozzá az Illés nap megünnepléséhez. Idén egy kiállítást szerveztek, amely keretében Varga Zoltán helyi fényképész képeit mutatták be, aki hosszú ideje folyamatosan dokumentálja a délbácskai településen lévő épületeket és történéseket. Próbálom mégis a mindennapokat bemutatni, de olyan szempontból, hogy nagyon sok szép dolog, épület, még tárgy mellett elmegyünk, amit észre se veszünk, hogy azt még ragadjam, hogy egy más módon, hogy fölhívjam az emberi figyelmét, hogy régi értékeket igyekezzünk megőrizni. A Takt szervezésében a helyiek a free jazz játszó budapesti Grencsó Kollektív a zenekar fellépését is élvezhették. A zenekarban a muzsiai származású Miklós Szilveszter is játszik. Az elmúlt időszakban általában teljesen szabad rögtönzött muzsikát művelünk. Ez a mai est annyiba különbözik, hogy itt több Szabados György kompozíció is fog elhangzani, mivel most múlt hétvégén lett volna, illetve lenne 80 éves Szabados György zongoraművészeneszerző. A jelenleg 4 tagú budapesti zenekart Grencsó István, a magyar avantgárd jazz egyik kiemelkedő alakja alapította. A koncepció az egy közös, kollektív, improvizatív zenei szövet létrehozása. A adott pillanatban megszólaló és megszülető zene közös megteremtése. Hát próbálunk igényes zenét adni a közönségnek. Temerinben mindig volt egy réteg, aki szerette az igényes zenét, ugyanép zenét, világzenét, mint a jazz. Az est folyamán hagyományosan okleveleket adtak át a Takt Egyesület azon tagjainak, akik tevékenységükkel nagy mértékben hozzájárultak a temerini magyar közösség művészeti életének fenntartásához. Idén a Takt Egyesület 2 alapító tagját, Kurcinák Ferencet és Nagy Imrét részesítették elismerésben. Több mint 130 játék, rövid és dokumentumfilmet láthat a közönség 15 kategóriában az idei 26. Európai Filmek Nemzetközi Fesztiválján Palicson. A Cannes-i Fesztivál díjazott filmjei is vetítésre kerülnek, Pedro Almodóvar Fájdalom és Dicsőség, amelyikkel az ünnepélyes megnyitó után indul szombaton a 6 napos filmparádé. A fesztivál főprogramjában 9 film száll versenybe az Aranytorony díjért, a szerb Nenad Dukic szelektor válogatása szerint. Ezek között szerepel Bergendi Péter Trezor című alkotása, amelyet a közönség szerdán tekinthet meg. Az új magyar filmek programjában pedig 6 magyar film szerepel. Akkor postoji nešto kao konstanta kada je naš festival u pitanju, to je mađarski film. Ne znam ni jedan festival na kome nije bilo mađarski filmova. Program mađarski filmova, pogotovo u vreme kada gospodin Šifliš se brinu o tom programu, nešto na što smo mi uvek bili ponosni i prosto je nemoguće zamisliti festival. Ja mislim da ove godine ima 10 igranih i nekoliko dokumentarnih, odnosno kratkometražnih filmova, ne može se zamisliti taj program. Visszatér környékünkre az igazi nyár. Holnap már kánikulai melegre számíthatunk, több helyen 30 fok fölé emelkedhet a hőmérséklet, a napsütés mellett időnként megnövekedhet a gomoly felhőzet. Vasárnap folytatódik a nyári melegidő, szinte mindenhol 30 fok fölé emelkedhet a hőmérséklet, többnyire csupán fátyol felhők szűrhetik a napsütést.
A jövő héten ismét hőhullám érheti el Nyugat-Európát. Nyugat-Európa államaiban nagy területen emelkedik majd 35 fok fölé, sőt Spanyol és Franciaországban 40 fok közelébe a hőmérséklet. Emellett Németországban is előfordulhatnak 35-38 fok közötti maximumok, és még Anglia déli felén is 30-33 fokig emelkedik majd a hét közepén a hőmérséklet délutánonként. Vajdaságot ez a hőhullám várhatóan érdemben nem érinti, mert ugyan a jövő hét közepétől néhány fokot erősödik majd a nappali felmelegedés, azonban ekkor is csak 30-34 fok közötti délutáni csúcsfőmérsékletre lehet számítani. Negyed döntős a szerb férfi vízilabda válogatott a Kvangdzsui vizes világbajnokság férfi vízilabda tornáján. Az olimpiai és Európa-bajnok Szerbia a legnagyobb sztárjai nélkül is magabiztosan 9-3-ra legyőzte Görögországot a pénteki zárófordulóban. Ezzel megnyerte csoportját és közvetlenül a negyed döntőbe jutott. A csoport második helyén a házigazda koreai köztársaságot 24-6-ra kiütő Montenegró végzett. Mindez azt jelenti, hogy a magyar válogatott a negyed döntőben jó eséllyel Montenegróval találkozik majd, utóbbinak ugyanakkor még túl kell jutni a B csoport harmadik helyezettjén, amely Ausztrália vagy az Egyesült Államok lesz. Három üzemet adtak át ma Adán és Szabadkán a Prosperitáti Alapítvány szervezésében. A közepes és nagy léptékű támogatásokról, az innovációs és technológiai fejlesztésekről, továbbá a Vajdasági Magyar Gazdaságfejlesztési Program jövőjéről Pászor Istvánt, a VMS elnökét, és Palkovics Lászlót, magyar innovációs és technológiai minisztert kérdezte Bíró Tamara. Köszöntöm a Híradó Plusz nézőit! A mai napon Vajdaságban három vállalatot adtak át a gazdaságfejlesztési program keretében a Prosperitáti Alapítvány szervezésében, kettőt Adán, egyet pedig Szabadkán. Ezek jelentőségéről beszélgetek most Pásztor Istvánnal, a Vajdasági Magyar Szövetség elnökével, és Palkovics László, Magyarország Innovációs és Technológiai Miniszterével. Először elnök úrhoz fordulnék, jó napot kívánok! Mik a legfontosabb tudnivalók erről a három cégről? Jó napot kívánok! Ez három olyan cég, amelyik egyfajta kuriózumként is megélhető itt a mi vidékünkön, amelyről azt gondoljuk, hogy elsősorban mezőgazdasági és földolgozóipari. De a mai nap azt bizonyítja, hogy gépgyártásban, fémiparban és szoftverfejlesztésben is van mit fejlesztenünk. Vannak olyan vállalkozások, amelyek nem csak a szerbiai piac vonatkozásában, a regionális piac vonatkozásában, hanem a globális piac vonatkozásában is ambíciókat fogalmaztak meg, sőt teljesítették is őket. Mind a három fejlesztés nagy léptékű, nem csak az összeg miatt, nem csak az alkalmazottak számának a növekedése miatt, hanem azért, mert mind a három számára egy nagyon komoly, jelentős előrelépést jelentenek, egy piaci versenyhelyzet javulást jelentenek, és ilyen szempontból azt gondolom, hogy ezek az átadott fejlesztések újabb ugródeszkát tudnak jelenteni ezeknek a cégeknek a piacon való megerősödésük, illetve továbbfejlődésük szempontjából. Közepes és nagy léptékű fejlesztésekről is van szó. Ezek mennyiben különböznek egymástól? Minden cég különbözik a másiktól. Van bennük valami közös, a közös pedig az ambíció, a közös a törekedés, az alkalomnak a kihasználása, az alkalmat pedig jelentős mértékben mindenek előtt a magyar kormány biztosította ennek a nagyon-nagyon jelentős, eddig soha nem tapasztalt fejlesztési lehetőségnek a rendelkezésre bocsátásával, illetve a lehetőséget a pénz mellett a cégekben létező belső energia, kapaszkodás, az embereknek a minősége hozza magával. Teremtenek ezzel új munkahelyeket? Ezekkel a közepes és nagy léptékű fejlesztésekkel több mint 1000 munkahelyet teremtettünk, de azt kell, hogy lássuk, hogy akkor, amikor a jövő tekintetében a
további fejlesztésekről gondolkodunk, akkor nem annyira a munkaintenzív fejlesztéseket kell támogatni, mint amennyire a technológiai alapú fejlesztéseket kell, hogy támogassuk, mert azt látjuk, hogy a munkaerő az mind jelentősebb problémát jelent itt Szerbiában is. Köszönöm szépen, most miniszter úrhoz fordulok. Miniszter úr, a gazdaságfejlesztési program a Kárpát-medencékben, Vajdaságban igen sikeres itt a határon túl. Ön mit gondol innováció és technológia szempontjából, mennyire fejlettek ezek a cégek, mennyire van erre szükség a mai világ? Hát az, hogy ezt a programot annak idején elnök úrral kitalálta a magyar kormány, ennek az volt az indoka, hogy azt vettük észre, hogy egyedül nem fog menni egyik országnak sem annak a versenyképességi kihívásnak a teljesítése, ami előttünk áll. Ezt jelentős mértékben egyébként a technológia nagyon gyors fejlődés okozza. Ha már olyan dolgokról beszélünk, mint mesterséges intelligencia, meg ipar 4.0, 5G kommunikációs technológiák, itt muszáj együtt fejlesztenünk, ezért ez a támogatási forma. Az egyébként, hogy milyen lehetőségeink vannak ebben a világban, ez egy sajátos helyzet. Egyik oldalról mondhatnám, hogy gondolhatnánk azt is, hogy hát az agyelszívás majd elviszi a jó képzett fejlesztőmérnököt. Másik oldalról viszont pontosan a digitális technológia léte miatt pont olyan környezetet tudunk teremteni, mint tőlünk nyugatabbra, és hogyha ez így van, akkor szoftvert lehet fejleszteni Szabadkáról Németország számára. Esztergálni úgy, hogy itt vagyok és ott kellene, az, hogy nem lehet. Tehát ez a világ ez lehetőséget jelent, és ezt a lehetőséget szeretnénk ezzel a támogatási formával részben erősíteni, részben pedig tovább folytatni, és egyre inkább eltolni valóban abban az irányban, hogy az értékláncban magasabb hozzáadott értékű, leegyszerűsítve kutatási, fejlesztési, digitalizációval foglalkozó fejlesztéseket szeretnénk elsősorban támogatni. A mai vajdasági átadókon mit tapasztalt? Hát erőt, mindenképpen erőt azokban a cégekben, ahol voltunk. Ugye nekem viszonylag hosszú az ipari múltam, 21 néhány éves, és azon a szemüvegen átnézve azt a három vállalatot, amit ma meglátogatunk, ezek pont azok a vállalatok, itt mondjuk az autóipar mindenfajta kérdezés nélkül beszállítóként, partnerként alkalmazni tud, de mert megvan bennük az az elszántság, meg az a szándék, és az a tudás, ami ehhez szükséges, úgyhogy itt azt gondolom, az erő jelzi ezt jól, megvan a szándék, megvan az akarat, hogy ezt az üzletet jobban vigyük, és ehhez, hogyha egyébként a közösségnek támogatást kell adni, az akkor meg feladata. Hát ezt a feladatot a Vajdasági Magyarok Szövetségével a magyar kormány vállalja. Miniszter úr, köszönöm szépen. Elnök úr, még egy kérdésem lenne önhöz. Sorra került itt egy bejelentés. Miről van szó pontosan? A mai nap részben a közelmúltnak a lezárásáról szól, mert egy fejlesztésnek az átadása, egy gépsornak a munkába helyezése az valahol az erőfeszítésnek a végét, illetve hát egy újabb fejlesztési lehetőség, vagy tovább lépés lehetőségét hordozza magában. Tehát részben a mai nap a megtett fejlesztések nyugtázásáról szól, részben pedig az én számomra arról, hogy a holnapi nappal megnyitunk egy újabb előkészítő fázist, amelynek eredményeképpen az év végén megjelentetnénk egy újabb jelentős pályázatot, amelyik a közepes és nagy léptékű fejlesztéseket célozná meg. Ezek olyan fejlesztések, amelyeknek az összértéke 100 000 euró fölött kellene, hogy legyen. Nyilvános fölhívást jelentettem itt be mind a három helyszínen ma, és ezúton is szeretném fölhívni az érdeklődők figyelmét arra, hogy a holnapi nappal a Prosperitáti honlapján elérhető fog lenni az űrlapcsomó, amit ki kellene tölteni mindazoknak a vállalkozásoknak, amelyeknek a jövő tekintetében fejlesztési elképzelésük van. Ami azért fontos, mert ahogy eddig sem mi nem íróasztal mellett találtuk ki, hogy mi az, amire szükségük van a vállalkozóknak, ezt ezután se kívánjuk tenni. Ez az egész előkészítés, ez a kérdőív azt a célt szolgálja, hogy olyan pályázatokat fogalmazzunk meg, amelyek találkoznak a vállalkozói rétegnek az elvárásaival és szándékaival. A pályázat, mint ahogy mondtam, a holnapi naptól lesz letölthető. Azt kérjük mindenkitől, hogy szeptember 15-ig juttassa vissza az alapítványnak, hogy átnézve azokat valamikor az év végéig a következő nagy léptékű fejlesztést meg tudjuk hirdetni. Elnök úr, köszönöm szépen. A Híradó Plus Bíró Tamara tudósított a Szabadkáról. Ezzel a híradó végéhez értünk, lássuk, melyek voltak mai kiemelt híreink.
Folytatódik a Vajdasági Magyar Gazdaságfejlesztési Program. Három üzemet adtak át ma Adán és Szabadkán a Prosperitáti Alapítvány szervezésében. Lemondott a koszovói kormány elnöke. Kísérleti jelleggel egy hetes időtartammal meghosszabbítják három Szabadka környéki kis határforgalmi átkelő nyitvatartását. Befejeződött a Talentum néptánctábor Horgoson. Köszönjük figyelmüket! Még több friss hírért és információért kattintsanak a pannonrtv.com-ra, ahol riportjainkat is visszanézhetik. Holnap a Szabadkai Magyar Rádióban vallási műsorral ébredhetnek, a Pannon Presszóban pedig érdekes vendégekkel, nagyszerű hangulattal és nyereményjátékkal várják a hallgatókat. Itt a televízióban most a szlovákiai magyarokról szóló műsorainkat láthatják, először a kassai magyar színjátszás múltjával és jelenével ismerkedhetnek meg, azt követően pedig egy szlovákiai dokumentumfilm láthatnak Magyarok Szlovákiában címmel. Ha tehetik, tartsanak velünk. A viszontlátásra!